Elkezdjük a online oktatást, online tanulást. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra is idegen még ez a rendszer, úgyhogy ha közben bakizom, akkor azt nézzék el nekem. Kérem, hogy az eddigi rendnek megfelelően készüljenek föl gondolatban is arra, hogy most analízis előadást fognak hallgatni. Vegyenek elő egy füzetet, tollat, és tegyék félre mindazt, ami a figyelemben gátolná önöket. Ha szükség van rá, állítsák meg a videót, és utána folytassák ott, ahol abba hagyják. Bármi kérdésük van, akkor azt írják fel, és utána e-mailben föl tudják nekem tenni, igyekszem megválaszolni. Tehát a távoktatásunk első hetének első előadása két változós függvények differenciál számításával folytatódik. Elsőként szeretném átismételni azt, hogy mi is volt a differenciálható függvénynek a definíciója. Emlékeztetek rá mindenkit, hogy a F függvényt akkor neveztük differenciálhatónak a értelmezési tartomány belső pontjában, x0, y0 pontban, hogyha a függvény a x0, y0 környezetében úgy írható, következőképpen írható, tehát itt most fokozatosan jönnek majd elő a képletben levő kifejezések, tehát az fxy az úgy írható, hogy egyrészt maga az fx0y0 plusz valamilyen az x0y0-nak a deriváltja, a x szerinti parciális deriváltja ebben a pontban szorozva delta x-el, plusz az y szerinti parciális derivált szorozva delta y-nal, plusz egy kisordó tag. Ez a kisordó tag, ez a megváltozás hosszában kisordó, ahol természetszerűen, talán ezt ki is tudták találni, hogy a delta x az nem más, mint az x minusz x0, a delta y pedig az y minusz y0. A geometria jelentése a differenciálhatóságnak az, hogy az fxy az közelíthető az érintősíkkal. Tehát ez azt jelenti, hogy az fxy az körülbelül úgy írható, mint az a sík egyenlet. Most akkor, ha egy pillanatra állítsák meg, és írják föl, hogy mi is lenne ez az érintősík egyenlete. Tehát a füzetében mindenki írja most fel, hogy az fxy az megközelítőleg z egyenlő, és ezt a kifejezést írják ide, amit már eddig megtanultunk. Na hát akkor, aki leírta a füzetébe, most nézze meg, hogy vajon jót írte, tehát ez fx0, y0 plusz a derivált szor x minusz x0 plusz a másik derivált szorozva y minusz y0. Aki ezt írta, annak gratulálok, és nagyon örülök, hogy ezt már nem kellett átismételni. Na most ennek a síknak, tehát itt a jobb oldalon szereplő sík egyenletnek, ugye itt a z-től kezdődően ez a sík egyenlet, ennek egyik normál vektora, ami úgy néz ki, hogy ez a három koordinátából áll. Tehát az x szerinti parciális derivált, az y szerinti parciális derivált és mínusz egy. Ugye itt azért rettem zárójelbe, hogy egyik normál vektor, mert egy síknak nagyon sok normál vektorát föl lehetne írni, ennek a n-nel jelölt vektornak akármilyen konstans szorosa normál vektor, a normál vektor az, ami merőleges az adott síkra. Következőben szeretném átnézni azt, amit az iránymenti deriváltról eddig tanultunk. Ugye itt hagytuk abba két héttel ezelőtt a utolsó előadáson, az iránymenti deriváltat vezettem be, és erről
mondtunk ki bizonyos tulajdonságokat. Tehát az volt a definíciója az iránymenti deriváltnak, hogy lerögzítünk egy alfa szöget, ami 0 és 2 pi között van, és az alfa irányú iránymenti derivált, az is egy derivált jellegű mennyiség. Tehát ez, amit úgy jelöltünk, hogy d alfa, ugye ez jelölti, hogy az alfa irányú iránymenti derivált egy tetszőleges xy pontban, ez olyan, mintha egy határértéket vennénk, egy határértékét egy differencia hányadosnak. Ugye a számlálóban a függvény értékét nem az xy-ban, hanem a ρ alfa irányban elmegyünk egy ρ hosszúsággal, akkor az x koordináta ρ-szor koszinusz alfával, az y koordináta ρ-szor szinusz alfával változik meg, tehát a számlálóban kerül a függvényértékek megváltozása, a nevezőbe pedig a megváltozás hossza, ami éppen ρ. És ez a különbségi hányados, ennek a különbségi hányadosnak a határértéke lesz éppen az alfa irányú iránymenti derivált. Feltéve, hogy ez a határérték létezik természetesen. Másik jelölésünk van ugyanerre, tehát az alfa irányú iránymenti deriváltra, ahol ez a parciális deriváltat jelölő furcsa d betű osztva d alfával, és ide írjuk magát az fxy-t. Mind a két jelölés ugyanúgy használandó. Megjegyzést szeretnék ehhez fűzni, mégpedig az, hogy speciális esetben, hogyha alfa az éppen nulla lenne, tehát itt a választékból, ahol ki tudjuk választani ezt a megfelelő 0-2π intervallumból az alfát rögtön a legelejére választjuk, akkor na mit fogok ideírni? Mindenki, aki gondolja, írja le, hogy ez vajon melyik derivált lesz. Ha megállították és jól folytatták, akkor valóban a d0fxy az pontosan ugyanaz, mint az eddig már jól megismert x szerinti parciális derivált. Hasonlóképpen, hogyha alfa az pi per 2, akkor na vajon ide mit fogok kapni? Egy pillanatra, ha megállítják, gondolják meg, valóban a d pi per 2 f, tehát a pi per 2 szöggel megvalósított iránymenti derivált, az pontosan ugyanaz lesz, mint hogyha az y irányú iránymenti derivált. Ha visszalapozzák a korábbi jegyzetüket, amit két hete hétfőn előadáson készítettek, akkor ezt még le is rajzoltam. Esetleg próbálják meg ezt szépen lerajzolni, hogy vajon miért az alfa egyenlő nulla az az x szerinti parciális derivált, és alfa egyenlő pi per 2 az miért az y szerinti parciális derivált. Akinek ez sikerült, annak nagyon örülök. A következő állítás, ez volt az utolsó állításunk az előadáson, mégpedig feltesszük, hogy az f függvény differenciálható xy-ban. Ugye ez abban az értelemben, ahogy az előbb át ismételtem, ez ugyanaz, mint a teljes differenciálhatóság. Korábban ilyen hosszú módon definiáltuk, tehát akkor az f függvény teljesen differenciálható az xy-ban. Ekkor, ami jó hír, hogy ebben a pontban minden alfa irányban létezik az iránymenti deriváltja is a függvénynek, és ráadásul ilyen szépen kiszámolható. Tehát, hogy az alfa irányú iránymenti derivált egy xy pontban, az úgy számolható, hogy az x szerinti parciális deriváltat koszinusz alfával, az y szerinti parciális deriváltat szinusz alfával szorozzuk meg. Tehát ez
a gradiens vektornak, ugye emlékeznek, hogy a gradiens vektor két koordinátája volt az x szerinti és az y szerinti parciális derivált, tehát ennek a vektornak egy vetülete lesz. Mégpedig az a vetülete, aminek az egy első koordinátát koszinusz alfával, a második koordinátát szinusz alfával szorozzuk. Azt mondtam, hogy a bizonyítást az a következő előadáson fogom elmondani, hát ez most így online módon történik ennek a bizonyítása. Tehát a bizonyításhoz fölhasználjuk azt, hogy ez a függvény ez differenciálható ebben a pontban. Mit is jelent a differenciálhatóság? A differenciálhatóság azt jelenti, hogyha most visszalapoznak a korábbi jegyzetükhöz, hogy a függvénynek a megváltozását az x-ben megváltoztatjuk valamivel azért a függvényt, az y-ban szintén megváltoztatjuk valamiben, akkor az egész függvényérték úgy fog megváltozni, hogy először is az eredeti függvényérték, megváltozás nélkül, plusz az x szerinti parciális derivált szorozva az y-beli megváltozás, plusz az y szerinti parciális derivált szorozva az y-beli megváltozás, plusz egy kis ordó, és hát most könnyű dolgunk van, mert a megváltozásnak a hossza az éppen ρ. Ugye, hát így végeztük el a megváltozását a függvénynek. Tehát itt a kis ordónak az argumentumába egyszerűen a ρ kerül. Na most ebből következik, hogyha az iránymenti deriváltra vonatkozó képletben megnézzük ezt a különbségi hányadost. Hát akkor itt az előző egyenletet szépen átrendezzük. Az fxy-t kivonjuk a bal oldalból, átvisszük oda, és az egészet elosztjuk ρ-val. Akkor mi az, ami megmarad? Ugye először is megmarad az, hogy az x szerinti parciális derivált szorozva koszinusz alfával, ugye ezt a ρ tényezőt azt a másik oldalra már átvittük, leosztottunk vele, plusz a következő tag, hogy az y szerinti parciális derivált szorozva szinusz alfával, plusz egy kis ordó osztva ρ-val. És hát ez viszont nagyon könnyű. Látszik, hogy itt ρ tart nulla esetén a jobb oldal az természetesen hova fog tartani? Oda tart, ami a jobb oldalon marad. Tehát valóban az x szerinti parciális derivált szor koszinusz alfa, meg y szerinti parciális derivált szorozva szinusz alfával. Hát ez volt az állításunk, és ezt most így sikerült belátni. Mi ennek a geometriai jelentése? Tehát az iránymenti derivált geometriai jelentését hogyan tudjuk megfogni? Ugye ez, amiről beszéltem az előadáson, hogy a differenciálhatóság az valami olyasmit jelent, hogy minden irányban sima a függvényünk. Ugye korábban is egyváltozós függvény esetén a differenciálhatóságról azt mondtam, hogy az a függvény differenciálható, ami sima. Hát itt most a függvény nagyon sok irányban változhat, tehát akkor teljesen differenciálható a függvény, ha minden irányban sima. Tehát most itt az iránymenti deriváltra egy ilyen domborzati térképet hoztam példaként. Ugye emlékeznek, hogy a kétváltozós függvényt ilyen szintvonalakkal tudtuk ábrázolni, ahol a különböző vonalak azok azt jelentik, ahol a függvényérték ugyanaz. Tehát ugyanazt a függvényértéket, tehát azokat a pontokat kötöttük össze, ahol a függvényérték azonos. Tehát most, hogyha elindulunk ebből a nagy piros pöttyből, és ebből megnézzük, hogy vajon itt a nyíl mentén, ha elmegyünk, akkor mennyit fog változni a függvényünk. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy mondjuk ez egy domborzati térkép, ez valamilyen hegyvidéknek az ábrája, akkor itt most arról szól ez a
iránymenti derivált itt a mentén, a piros nyíl mentén, hogyha erre fele megyünk, akkor mennyire megyünk fölfele, mennyire megyünk lefele, tehát milyen lesz a gyaloglásunknak az iránya. Ha gondolják, akkor egy pillanatra itt érdemes megállítani majd a képernyőt, és egy kicsit barátkozni ezzel a képpel, hogy valóban mit is jelent ez a iránymenti derivált. Na most általában is szeretnénk definiálni az iránymenti deriváltat, mégpedig abban az esetben, amikor egy irány van megadva. Tehát nem egy alfa szöggel adjuk meg, hanem egy irányjal adjuk meg az iránymenti deriváltat. Tehát most az irány az egy két koordinátából álló vektor, tehát a V koordinátája V1, V2, és hogy valóban irányról legyen szó, tehát ennek a vektornak a hossza ne zavarjon, ezért föltesszük, hogy az irány mindig olyan vektor, aminek a hossza 1. Tehát a vektornak csak a iránya számít, a hosszát azt lenormáljuk. A V irányú iránymenti deriváltat egy XY pontban természetes módon úgy fogom definiálni. Na most itt akkor megint, ha gondolják, egy pillanatra meg lehet állítani, és akkor próbálják ki, hogy vajon minek van értelme. Aki megállította és leírt valamit, akkor ellenőrizzük le, hogy valóban ezt várta-e. Tehát újra ez a ró, ami a iránynak az adott irányba való elmozdulás hosszúságát méri, ezt ró hosszúsággal elmegyünk a V1 koordinátán, illetve ró hosszúsággal elmegyünk a V2 koordinátából, kivonjuk belőle az fxy-t, elosztjuk róval, és a róval tartunk 0 pluszba. Tehát, aki ezt írta, annak előre is gratulálok, vagy utólag gratulálok. Feltéve, hogy ez a határérték létezik. Na most itt újra azért gondolják meg, hogy ez hogy kapcsolódik az előző alfa irányú iránymenti deriválthoz. Ugye abban az esetben az a V1, ez volt a koszinusz alfa, a V2 pedig a szinusz alfa. Természetesen az is egy irány, hogy koszinusz alfa, szinusz alfa, annak a hossza ugye 1, ez mindenki tudja. Tehát az előző állításunkat erre az esetre is tudjuk alkalmazni, mégpedig úgy, hogyha f differenciálható, akkor minden irányban iránymenti derivált létezik, ezt már eddig is tudtuk, és az, hogy a kiszámítás hogyan történhet, hát akkor ezt itt megint írják le a füzetbe, tehát hogy a dvfxy, tehát a v irányú iránymenti deriváltja a függvénynek az xy pontban, az természetesen megint a x szerinti és az y szerinti parciális deriváltaknak egy lináris kombinációja lesz. V1-jel szorozzuk az x szerinti parciális deriváltat, V2-vel az y szerinti parciális deriváltat. Ami röviden így is írható, hogy a függvény gradiensét vesszük az adott pontban, és vesszük a V-vektort, és ennek a két vektornak a skaláris szorzatát vesszük. Tehát a két vektor skaláris szorzat, ugye emlékeznek, hogy az nem más, mint a koordinátákat összeszorozzuk, és ezeket a szorzatokat összeadjuk. Ezt jól megtanulták már lineáris algebrában. Egy példát, egy rövid példát, csak azért, hogy a szemléletes jelentését mindenki jól megértse ennek. Legyen egy olyan függvényünk, ahol a függvény az x négyzet plusz y négyzet. És válasszuk iránynak ezt a koszinusz alfa, szinusz alfa, tehát itt egyszerre tekintjük a V irányú iránymenti deriváltat, illetve a alfa irányú iránymenti deriváltat, tehát ebben a példában most egyszerre tekintem az előbb definiált két megközelítést.
Az x szerinti parciális derivált 2x, borzasztó könnyű, az y szerinti parciális derivált 2y, tehát akkor ebben az alfa irányban az iránymenti derivált, az 2x-szer koszinusz alfa, meg 2y-szor szinusz alfa. Hát ez nagyon egyszerű volt idáig. Na most nézzük meg, hogy egy adott R-sugarú kör mentén fogjuk a konkrét pontunkat kiválasztani. Tehát legyen az x0 pont az R-szer koszinusz teta, az y0 pedig R-szer szinusz teta, ahol a teta azt mondja meg, hogy az adott R-sugarú kör mentén éppen melyik második polár koordinátával második polár koordinátához tartozó pontot választjuk ki. Ebben az esetben most akkor helyettesítsük be az előző képletbe, ide az x helyébe ezt a kifejezést, az R-szer koszinusz tetát, az y helyébe behelyettesítjük az R-szer szinusz tetát. Akkor mit fogunk kapni? Ugye a két R-szer koszinusz teta, ez van az x helyére írva, szorozva koszinusz alfával, plusz két R-szer szinusz teta, ez volt a y helyére beírva, szorozva szinusz tetával. Kérdésem az, hogy vajon észreveszik-e azt, hogy itt valamilyen trigonometrikus azonosságot fogunk tudni használni. Hát aki észrevette, annak gratulálok. Ez valóban ugye a koszinusz teta koszinusz alfa plusz szinusz teta szinusz alfa, ez nem lesz más, mint a koszinusz teta minusz alfa. És hát a két R, az persze kiemeltük a két R-et. Tehát az alfa irányú iránymenti derivált, az így függ az alfától az adott R sugarú kör mentén. Tehát akkor ebből mit tudunk leolvasni? Már is le tudjuk olvasni, hogy ez az iránymenti derivált akkor maximális, hogyha az alfa az éppen a tetával egyezik meg. Ugye ebben az esetben a koszinusz nulla az 1. Hát ennél nagyobb nem lehet az iránymenti derivált. Illetve ez az iránymenti derivált, ez nulla lesz, hogyha a teta minusz alfa az pi per 2, hát a koszinusz pi per 2 az nulla. Hát ez most úgy első ránézésre bizonyára azt mondják, hogy na és, hogy ez most mit jelent. Hát nézzük meg, hogy ezt hogyan tudjuk geometriailag ezt a tényt értelmezni, tehát, hogy az iránymenti derivált maximális, illetve nulla, illetve hát további vizsgálatokat mindenkinek a saját belátására bízok. Nézzük meg a mi függvényünknek, tehát az x négyzet plusz y négyzet függvénynek a szintvonalait. Ugye a szintvonalak azok, ugye így, ezt már korábban is látták ezt az ábrát, a U egyenlő 1, tehát ahol a függvényérték 1-et vesz fel, az egy 1 sugarú kör, a függvényérték 2-t vesz fel, az a gyök 2 sugarú kör, és így tovább a függvényérték 4 a 2 sugarú kör mentén. Tehát ez idáig világos, hát most itt válasszuk ki akármelyik kört, mondjuk kiválasztjuk itt a 3 sugarú, vagy a válasszuk ki mondjuk az egy sugarú kört, jó? És akkor itt valamelyik pontot ementén a kör mentén fog változni az x0 pont, attól függően, hogy melyik tetát választjuk ki. Na most, ha kiválasztunk egy tetszőleges pontot, hát én most itt a saját ábrámon nem rajzoltam be, de kérem, hogy a saját ábrájukon mindenki jelöljön be egy pontot, jelöljön be egy P pontot. És azt lehet látni, hogy az alfa irányú derivált maximális, hogyha alfa az megegyezik a tetával. Ez azt jelenti, hogyha ebből a pontból pontosan olyan irányba megyek tovább, mint ami ebbe a pontba mutató vektornak az iránya,
akkor fog leggyorsabban változni a függvényérték. Ugye ebben az esetben a függvényérték valóban nagyon gyorsan változik. És a függvényérték nem változik, hogyha picit mozdulunk, itt az érintő mentén mozdulunk. Ugye ebben az esetben nem fog a függvényérték nem változik, azért az jelenti azt, hogy az irány menti derivált nulla. Nyilván, hogyha ebből a pontból valahogy így ferdén mozdulunk, akkor természetesen ugyanakkor a távolságot megtéve a függvényérték kisebbet fog változni, tehát az irány menti derivált nem lesz olyan nagy, mint hogyha a pontba mutató vektor irányát követnénk. Ezen egy pillanatra gondolkodjanak el, érdemes megállítani a videót. Nézzük a másodrendű deriváltat. Hát ugye ez egy érdekes kérdés, hogy vajon egy kétváltozós függvény másodrendű deriváltját hogyan lehet egyáltalán értelmezni? Hát elmondom a definíciót, hogyha egy picit már gondolkodtak rajta, hogy vajon mit várhatunk. Tehát adott egy függvény, ami valamilyen D-tartományon van értelmezve, ez egy kétváltozós függvény, és az x0, y0 az értelmezési tartományának egy belső pontja. Azt mondjuk, hogy ez a függvény kétszer differenciálható ebben a pontban, hogyha egyrészt az függvény differenciálható az x0, y0 egy környezetében, tehát nem csak ebben a pontban, hanem egy környezetében differenciálható. Másrészt ebben a környezetben a differenciálhatóságból adódóan van értelmezve vannak a parciális derivált függvények, tehát az x szerinti parciális derivált és az y szerinti parciális derivált, ez mind a kettő differenciálható az x0, y0 pontban. Ugye erről volt szó, hogy a parciális derivált függvények ugyanolyan jellegű függvények, kétváltozós valós értékű függvények, mint eredetileg maga a függvény volt. Tehát feltesszük, hogy a parciális derivált függvények is differenciálhatók ebben a pontban. Ez kiegészítésképpen ehhez a definícióhoz, ez már korábban szerepelt, amikor a parciális deriváltak fölcserélhetőségéről volt szó. Ugye azt mondta ki korábban ez a tételünk, hogyha az f-nek a parciális deriváltjai is parciálisan deriválhatóak, és na vajon mi volt a feltétel, aki emlékszik rá, annak nagyon örülök, azt ellenőrizzék lesz, most direkt nem mondom, legyenek szívesek leellenőrizni. Minden esetre, ha az f az kétszer differenciálható ebben a pontban, akkor a parciális deriválások sorrendje felcserélhető. Itt a definícióban szereplő feltételekből következik az, amit korábban a tételünkben feltettünk. Aki nem emlékszik rá, hát akkor lapozzon vissza a jegyzeteibe. Ezek után definiálni fogom a Hesse-mátrixot. Ha egy függvény kétszer differenciálható, akkor a függvény második deriváltja az egy mátrix lesz. Mégpedig az a mátrix lesz, ezt amit nagy H-val fogunk jelölni, beírjuk az x0, y0-t argumentumba, és a deriváltba, ebben a mátrixba össze fogjuk gyűjteni az összes másodrendű parciális deriváltat. Először is az x szerinti másodrendű az x szerinti tiszta második parciális deriváltat, utána az y x szerinti második parciális deriváltat, alulra az x y szerinti parciális deriváltat, és a jobb alsó sarokba az y szerinti tiszta másodrendű parciális deriváltat. Tehát ez a mátrix, amit úgy fogunk hívni, hogy az adott ponthoz tartozó
Hesse mátrix. Tehát a függvény második deriváltja az egy mátrix. Ugye ez egy furcsa dolog, emlékeznek, hogy az első derivált az egy vektor volt, a második derivált az egy mátrix. Hát vajon mi lehet a harmadik derivált? Erről nem fogok semmit mondani, azért gondolkodjanak rajta, hogy vajon egy harmadik derivált az miből állna és az mi lenne. Ez egy nyitott kérdés. Következmény, ami az előző tételünkből azonnal következik, hogy a Hesse mátrix mindig szimmetrikus, hiszen a mellékátlóban szereplő két vegyes parciális derivált ugyanaz, a deriválások sorrendje az felcserélhető. Kicsit kitekintünk az R ad N-re, ahogy korábban is már elkezdtem, hogy az N változós függvényekre való kitekintést azt hogyan fogjuk tudni megvalósítani. Először is N változós függvény ismétlésképpen, hogy hogyan is definiáltunk egy N változós függvényt. Ugye, hogy itt adva volt az R ad N-nek egy tartománya, most a D az egy N dimenziós tartományt jelöl, az F az egy olyan függvény, ami a D-n van értelmezve, és minden D-beli ponthoz egy valós számot fog rendelni, ez a mi N változós függvény, amit így szoktunk jelölni, hogy az F-be argumentumként csak beírjuk az x-et. De itt azért mindenki tudja, hogy ez az x, ez igazából egy vektor, aminek van n koordinátája x egy xn. Ugye két változóban még tudjuk nevesíteni a két változót x, y, n változóban már nem lenne annyi betűnk, hogy itt ezt a n változót külön névvel jelenítsük meg, ezért természetes módon a koordinátákat megszámozzuk, és akkor nincs gond a nevesítéssel. Az ijedik változó szerinti parciális deriváltat is már definiáltam korábban. Természetes módon azt gondolom, hogy mindenki emlékszik erre a definícióra. Aki emlékszik erre a definícióra, állítsa meg most a videót, és írja le a füzetébe, hogy mi lesz az függvénynek az xi szerint, tehát az ijedik változó szerinti parciális deriváltja egy adott x pontban. Aki erre emlékszik, az most legyen szíves, töltse ki a füzetében ezt az egyenlőség másik oldalát, és akkor... Na hát, hogyha ez sikerült, akkor nézzük, hogy mit kellett volna ideírni. Először is van egy változó, ezt én most xi-vel jelöltem, de nyilván akármivel jelölték a füzetükbe, az ugyanolyan jó lehet. Tehát van egy xi egyetlen egy koordináta, egyetlen egy valós szám, ami tart az xi-hez, és a különbségi hányadosban csak az i-edik koordinátában lesz különbség. Az összes többi koordinátája x1 egészen az xi-1-ig változatlan. A i-edik koordinátába beírjuk ezt az új mozgóváltozónkat, utána minden változatlan, mínusz a függvény érték az eredeti pontban, és az egészet természetesen a különbségi hányadosnak megfelelően xi-xi-vel vesszük. Feltéve újra hozzá kell tenni, hogy ez a határérték létezik, és véges határérték. További jelölésünk volt az i szerinti parciális deriváltra, ez a furcsa kunkorított d betű, ez a fordított d betű, tehát ez a d per dx i f az x pontban. Akkor ezek után a teljes deriváltat is ki kell, hogy terjesszük az n változós függvényre. Ugye innentől kezdődik az újdonság, hiszen parciális deriváltat már eddig is értelmeztük a n változós függvényekre. Most nézzük, a teljes derivált az vajon mit fog jelenteni. Tehát induljunk ki, amiből eddig is
amit eddig is tekintettünk, az F az egy D-ből R-be képező N-változós valós függvény, és az X az egy N-dimenziós vektor, az belső pontja ennek a D-N-dimenziós tartománynak. És akkor következik a definíciója. Azt mondjuk, hogy az F függvény teljesen differenciálható az X-ben, hogyha létezik egy olyan N-dimenziós vektor, ez amit nagy A-val jelölünk, tehát létezik egy nagy A-val jelölt N-dimenziós vektor, amely segítségével minden megváltozás esetén, tehát a megváltozásnak a megváltozást delta x-el jelölöm, tehát ahogy említettem, ez a nagy delta, ez mindig valami megváltozást jelöl, tehát a delta x vektornak a koordinátája delta x egy delta x-en, tehát minden ilyen megváltozás esetén, amikor még az x plusz delta x nem szalad ki a d tartományunkból, tehát ahol a függvény értelmezve van, ott a függvény érték x-ből delta x-el odébb menve, az úgy írható, mint az fx plusz a-szor delta x, tehát egy ilyen lineáris módon változik meg, tehát a megváltozásnak egy lineáris szorosa, plusz egy kisordó értéke annak, amikor a delta x vektornak a hossza. A kisordót mindenki tudja. Azaz, a delta x vektornak a hossza, hát n dimenzióban is ugyanazzal a Pitagorasz szabállyal számoljuk ki egy n dimenziós vektornak a hosszát, hogy a koordináták négyzetösszegéből veszünk gyököt. Ez lesz a delta x vektornak a hossza. Na most, aki gondolja, ez egy kicsit még lapozzon vissza, és nézegesse, hogy mi is volt ez a teljes differenciálhatóságnak a definíciója. És akkor hasonló tételt kimondok, mint ami az egyváltozós függvények esetén volt, mégpedig, hogyha F függvény differenciálható egy belső pontjában az értelmezési tartománynak, ezt most külön egy új betűvel, egy A betűvel jelölöm, hogy itt most legyen neki tisztességes neve, ne csak egy ilyen általános X. Tehát, hogyha az F az differenciálható ebben a belső pontban, akkor az az állításunk, hogy ez a létező, a definícióban létező nagy A, az nem más, mint a parciális deriváltakból álló vektor. Azaz a függvénynek a gradiense ebben a pontban. Emlékezzenek csak vissza, hogy a kétváltozós függvény esetén pontosan ugyanez volt az állításunk, hogy a ott létező két konstans az éppen a parciális, két parciális derivált. Most a konstansnak n koordinátája van, előjön az n darab parciális derivált. Következő tételünk, ami ezt megvilágosítja, hogyha az F függvény ugyanez, tehát egy N változós függvény, D-ből képez az R-be, az A az az értelmezési tartomány egy belső pontja, és akkor az a feltétel, hogyha az A valamilyen környezetében léteznek ezek a parciális deriváltak, mégpedig minden környezetbeli pontban, minden parciális derivált, és ezek ráadásul folytonosak is ebben a pontban, akkor az F differenciálható lesz az A-ban. Tehát újra csak visszahivatkozom a kétváltozós függvényekre megismert tételre, hogy ugye ott is láttuk azt, hogy attól, hogy a parciális deriváltak léteznek, még nem feltétlenül differenciálható a függvény. De ha ezek a parciális deriváltak még folytonosak is ebben a pontban, akkor az F függvény differenciálható az A-ban, és, bocsánat, itt akkor lemaradt a szlájdról,
ezt írják azért oda a füzetükbe, hogy ekkora függvény ráadásul folytonos is az adott pontban. Tehát ez, amit itt most a tételbe nem elfelejtettem kiírni a szlájdra, tehát ne felejtsék, hogy ha a függvény teljesen differenciálható, akkor ott ráadásul a függvény folytonos. Tehát ez, amit a valós függvények esetén jól megtanultunk, hogy a differenciálhatóság az több, mint a folytonosság. N-változós függvények esetén is definiálni fogjuk a második deriváltat. Még egy pillanatra visszamennék az előző oldalra, tehát itt is azért egy N-változós függvénynek az első deriváltja, az most is egy N-dimenziós vektor. Tehát itt is gradiens vektor az a derivált vektor. Tehát N-változós függvény deriváltja N koordinátából álló vektor. Nézzük a második deriváltat. Tehát a második deriváltról azt tudjuk mondani, újra föltesszük, hogy az F függvény parciális derivált függvényei teljesen differenciálhatóak egy X pontban. Tehát itt a DF ez a függvénynek az értelmezési tartományát jelenti. A második derivált ebben az esetben is egy mátrix lesz, mégpedig egy n-szer n dimenziós mátrix lesz. Tehát a n sora és n oszlopa lesz ennek a mátrixnak, és ennek a n-szer n dimenziós mátrixnak az i-jedik eleme, tehát a h i-j az adott x-ben, az nem más, mint az f-nek a másodrendű parciális deriváltja, tehát ugye emlékeznek, hogy a másodrendű parciális deriváltakat így értelmeztük, hogy a második derivált az f-ben az x-i és az x-j szerint, és ezt az x-ben kiszámoljuk. Ez, amit úgy fogunk hívni, hogy a x pontbeli Hesse mátrix. Következik az iránymenti derivált általánosítása a n-változós függvényekre. Tehát újra kiindulunk abból, hogy van egy f függvényünk, ami egy n-dimenziós tartományból valós számokra képez, és van egy belső pontja az értelmezési tartománynak. Most értelemszerűen olyat, hogy alfa irányú iránymenti derivált nincs értelme definiálni, hiszen egy három dimenzióba gondolunk, hát ott már nincs olyan, hogy alfa irány. Tehát az irányt most ezzel az általánosított értelemben tudjuk csak definiálni, tehát az egy n-dimenziós vektor, aminek a hossza az 1. Már is látszik, hogy miért kellett ezt a fajta iránymenti deriváltat bevezetnünk. Tehát az egy olyan irány, aminek csak az iránya számít, azon kívül át lehet skálázni. Nyilván az már nem a mi definíciónkra lesz jó. Azt mondjuk, hogy az F függvény V irányú iránymenti deriváltja a következő határérték lesz, feltéve, hogy létezik és véges a következő limesz, amit most ideírok, mégpedig vesszük ezt a határértéket ugyanúgy, mint eddig. A dvf-fel fogjuk jelölni a v irányú iránymenti deriváltat az x pontban, tehát újra ρ-val fogjuk jelölni azt a pozitív számot, amennyivel elmozdulunk az x-ből egy v irányban, tehát megnézzük a függvény értéket, az x-ből v irányba elmozdulva egy ρ nagyságot, a függvény értékek különbsége osztva az elmozdulásnak a hosszával, és ez lesz az iránymenti deriváltunk. Újra mit tudunk mondani egyáltalán, mikor létezik, vagy hogyan számolható az iránymenti derivált?
és azt gondolom, hogy nem lesz meglepő, hogy pontosan ugyanúgy számolható, mint a két változós esetben. Tehát újra ki tudjuk azt mondani, hogy ha f teljesen differenciálható egy x pontban, akkor az a jó hír, hogy minden v-re létezik az iránymenti derivált, és ez az iránymenti derivált újra a parciális deriváltaknak lesz egy súlyozott összege, tehát egy lineáris kombinációja. Az i szerinti parciális derivált mutatót kell megszorozni azzal a vi-vel, ami az irányunknak az i-edik koordinátája, azaz ez megint skaláris szorzat formájában úgy tudjuk fölírni, hogy vesszük a függvény gradiensét az adott x pontban, ez egy n-dimenziós vektor, ezt megszorozzuk a másik n-dimenziós vektorral, ami most mindig egységnyi hosszú. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy iránymenti derivált esetén a vektornak a hossza mindig egységnyi lesz. Letelt a 45 perc, ugye 45 perc után szoktam szünetet tartani, úgyhogy most szünetet tartok megint. A következő előadást, ennek az előadásnak a második felét majd egy új videóba fogom föltenni, innen fogjuk folytatni. Álljon fel mindenki, mozgassa meg magát, igyon egy korty vizet, vagy kettőt, egyen meg egy almát, nyújtózkodjon, esetleg 10 fekvőtámasz, 15 ki mennyit bír. Akkor hamarosan találkozunk újra.